November 3-án volt a 20. évfordulója annak, hogy két néptánc csoport is megkezdte működését a Dériné Kulturális Központban. Az együttesek hagyományosan rendszeres időközönként tartottak gála műsorokat. A szombati azonban minden szempontból rendhagyó volt, hiszen egyszer adatik meg bármely néptánc együttes életében, hogy 20 esztendős. Ezt az évfordulót pedig nagyszabású gálával illik megünnepelni. Ahol minden néptánc csoportunk a színpadra fog lépni, illetve visszajöttek hozzánk olyan táncosaink is, akik immár nem táncolnak, de 20 évvel ezelőtt alapító tagjai voltak a néptánc csoportoknak, illetve ezt követően egy jótékonysági bál megszervezésére kerül sor a Karcagérkőz Alapítvány segítsége által, amelynek a bevételét a néptánc csoportok ruháinak gazdagítására szeretnénk fordítani. Már 4-6 éves kortól lehetőségük van a karcagi gyerekeknek arra, hogy valamelyik tánccsoporthoz tartozzanak, és egészen felnőtt korukig adott a lehetőség a táncra, a tánc okozta közösség élmény átélésére. Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a magyar néptánc. A néptánccal való foglalkozás segít megismerni egy nemzet kultúráját, és hozzájárul nemzeti identitásunk kialakításához. Kodály Zoltántól származik az az idézet, miszerint a néptánc a legtökéletesebb kifejezése a nemzeti léleknek. E gondolat kifejezi mindazt az elképzelést, amiért 20 évvel ezelőtt megalakításra került a városi szintű néptáncoktatás. Amikor a szervezők felkértek a mai köszöntőre, eszembe jutottak azok a gondolatok, amelyeket pontosan 5 évvel ezelőtt az akkori 15 éves jubileumi gálán mondtam, miszerint nem szabad önállóan a néptáncról beszélni, gondolkodni, mert a néptánc igaz ugyan, hogy önállóan is egy kifejezési forma, de nem létezhet önmagában, mert a néptánchoz népzene kell, melyhez olykor népdalt is kell énekelni, a néptánchoz, olyan, mint a mai nap is, alkalom kell, és a néptánchoz népviselet is szükséges. A néptánchoz tehát népzene, népdal, népviselet és népszokás kötődik, vagyis minden, ami meghatározza ma is kultúránkat. És mindez, amiért eszembe jutott ez az 5 évvel ezelőtti gondolat, az az, hogy az elmúlt években megtapasztalt negatív hatások után, hiszen emlékezzünk a Covid, majd a gazdasági válság okozta bezárásokra, még egy fontos, hanem a legfontosabb dologgal kiegészül mindez. A közösségben való együttléttel, a közösség erejével. Hiszen néptánc, népzene, népdal, népviselet és népszokás nem létezik közösség, összetartó közösség nélkül. A 20 évvel ezelőtti alapító tagok ma már jócskán szülőkorban vannak, némelyiknek fialánya is valamelyik csoportban ropja. Miközben az alapítók, ma már talán példaképek, még mindig meg tudnak villantani valamit a régi lendületből. Köszönöm.